Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 11. adásában. Bibó Barbara vagyok. Mai adásunkban szót ejtünk a szeptember 10-én megrendezésre kerülő hagyományt teremtett kartali népzenei találkozóról, a térséget érintő tigáz ellenőrzésekről, valamint vendégeink lesznek a koronázási ékszerek hiteles másolatának készítői. Tartsanak velünk! Vendégem a stúdióban Walter Mennyhértné Margó, a Kartali Művelődési Ház vezetője. Szeretettel köszöntöm, Margó! Aki abból az apropóból érkezett hozzánk, hogy elmesélje nekünk az idénre tervezett szeptember 10-én megrendezendő Kartali Népzenei Fesztiválnak a programját. Ugye ez a népzenei találkozó, ez tulajdonképpen már hagyományosan megrendezendő rendezvénynek számít. Hogyan és mikor lett ez elsőként megrendezve? Ez tulajdonképpen 14. találkozó lesz. A Kartali Asszony Kórus 1982. szeptember 10-én alakult, vagyis 10-e körül, és ezért ennek emlékére szoktuk megrendezni a népzenei találkozót. Erre a népzenei találkozóra olyan csoportokat hívunk meg, akik tulajdonképpen barátaink, kapcsolataink vannak vele, mi is elmegyünk az ő rendezvényeikre. Azon kívül külföldi csoportok is jönnek, akikhez szintén meghívást szoktunk kapni. Határon túli magyar csoportok ezek. Tehát egy nemzetközi népzenei találkozóról beszélünk tulajdonképpen. Mondhatjuk annak is, mert külföldi csoportok, vagyis határon túli csoportok is részt vesznek. Az idén csak egy országból, Szlovákiából jönnek, 3 csoport. Dunaszerdahelyről, Csallóközkürtről és Padányból. Ezekre a helyekre, hát minden évben mi is kiszoktunk tehát látogatni. Tehát ez egy ilyen oda-vissza működő testvér kapcsolat, igen, ha jól értelmezem. Korosztályban ezek a népzenei csoportok, akik ellátogatnak, milyen intervallumban mozognak? Hát egész a fiataloktól a legidősebbekig. Jönnek tárcsoportok, citere együttesek, tekerő lantos, akik olyan középkorúak. Azon kívül gyerekcsoportok is részt szoktak venni. Több alkalommal részt vett már a Csömöri Csicsörke néptáncsoport, azok ilyen óvodás és kisiskolás korúak. Azon kívül a miénk is részt vesz, a mi gyerekcsoportunk is részt vesz, tehát tulajdonképpen az óvodáskortól egészen a 70-75 év körüli csoportokig, tehát életkorig. Nagyon-nagyon színes akkor a paletta ezek szerint. És ugye itt a műsor számokat tekintve is színes palettáról beszélhetünk, hiszen említette, hogy ugye zenekarok, tánccsoportok, népdalénekesek, tehát teljesen vegyes ez a repertoár. Szakmai zsűri is lesz, aki értékelni fogja ezeket a műsorszámokat? Zsűri nem lesz, de szakembereket meghívtunk. Elsősorban dr. Gerzen is Magdolnát, népzenekutatót, aki a Vas Lajos Országos Népzenei Szövetségnek az elnökségének a tagja. Azon kívül Méri Margitkát hívjuk meg Szlovákiából, a Pozsonyi Rádiónak a zenei osztályának a vezetője. Ő zsűrizni szokott Magyarországon is, külföldön is, de most csak szakmai véleményt fog mondani a csoportoknak, tehát nem lesz értékelés, csak olyan szempontból, hogy mire vigyázzanak, mit ne csináljanak. Tehát végeredményben tanácsadás lesz. Ugye ezek lesznek a fő programok, az érkező csoportok, meghívott vendégek műsorszámai. Milyen kísérő programokkal színesítik a rendezvényt? Hát kiállítást szeretnénk rendezni. Szerettünk volna Szekeres Erzsébet keli műtésével dicsekedni a falunak, aki mese képeket alkotott, és nemzetközileg is elismert, de sajnos külföldön van most kiállítása, és így nem tudott jönni. Ezért említem meg, mert érdemes megemlíteni, mert ő mindig
készséggel jön Kartalra a kiállításának a megrendezésére, de most helyi goblen kiállítás lesz, Varjú László és feleségének a kiállítása. Egy hétig lesz látható a művelődési házba, tehát ezt már a népzenei találkozó előtt pár nappal elkészítjük, és a nagy közönségnek meg tudjuk mutatni. Azon kívül lesz délutáni órákba tánc bemutató, azon kívül az ikladi nemzetiségi ifjúsági csoport jön tánccal szórakoztatni a nagy közönséget, és a Zagyba banda, a turai ifjúsági Zagyba banda. Ők fogják a talpalávalót. Este pedig szeretnénk egy nagy táncházat rendezni a művelődési házba mindenki számára, az itt maradt vendégek és a falu lakossága részére. Szeretném azt még elmondani, hogy délelőtt 9:30-ra érkeznek a csoportok, 9:30-től készülnek a 10 órási bemutatóra, amely Kartalon, Petőfi téren, az új szabadtéri színpadon kerül megrendezésre. 10 perces műsort kértünk a csoportoktól, 13 csoport jelentkezett, lett volna több, de sajnos hát a létszám nagysága miatt nem tudjuk fogadni mindazokat, akik szívesen jöttek volna az országból. Ez körülbelül 2 óráig el fog tartani, majd szeretnénk megvendégelni egy egyszerű kis ebéddel az ide látogatókat is délután, tehát amit már elmondtam az előbb, folytatódna a közös program. Igen, és még annyit szeretnék elmondani, hogy elég színes lesz, mert több együttes nem csak énekel, hanem citere együttesét is hozza el, tánccal fűszerezik, úgyhogy elég színes, szép népviseletekkel mutatják be a saját népművészetüket. Még azt szeretném elmondani, hogy igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy nem mindig csak a környezetünkből hívjunk meg csoportokat, hanem az ország színejavát. Általában olyan csoportokat hívtunk meg, akik aranypáva díjasok, valami nívódíjat kaptak valamelyik országos minősítőn, és szeretnénk azt, hogy a kartali lakosságnak és a környező falvaknak minőségi műsort adjunk. Az említett programokon kívül még mik azok a dolgok, amikben részt vehetnek az érdeklődők? Hirdettünk kézműveseknek lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ezen a népzenei találkozón, a népi mesterségek bemutatását. Ilyenek a fazekasok, akik ketten jelentkeztek, elhozzák a korongozójukat, agyagot vettem nekik, és a gyerekeknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy kipróbálják, hogy hogyan is működik ez, hogyan kell elkészíteni a régi edényeket, és vállalták azt is, hogy ki fogják égetni a gyerekeknek az alkotásaikat. Azon kívül gyöngyfűzés lesz, természetes, elhozzák a készített termékeiket is, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy árusítsanak. Tehát tulajdonképpen ilyen kézműves mesterségek délutánja lesz, ahol valamennyi gyerek, aki érdekel, felnőtt, oda mehet, elkészítheti saját maga a népi csuporját, tányérját, és ez egy, gondolom, majd örömet jelent, az alkotás öröme lesz az övéké. Készítettünk népművészeti kerámiát, amit minden csoportnak szeretnénk odaadni. Ez általában a mi népművészetünk egyik darabja. A kartali hímzés világot visszük rá egy kerámia edényre, és minden csoport kap egyet, hogy emlék legyen a népzenei találkozó számára. Oklevelet, virágot kapnak, és hát természetesen szeretettel
fogadjuk őket. Szeretném még elmondani, hogy az asszonykórusnak nagy szerepe van ebbe, hiszen ők nem kimélik azt, hogy nekik süteményt kell készíteni, és az anyagiakat ráfordítják. Nem restelnek előtte már dolgozni, előkészíteni a dolgokat, vállalnak feladatokat. És hát ezt, hogyha nem lenne összefogás, én azt hiszem nem tudnám megrendezni. Margó, ön mint a program főszervezője, mi az, amit el tudna mondani a nézőknek, miért fontos az, hogy részt vegyenek egy ilyen népzenei találkozón? Miért fontos, hogy a hagyományok tovább folytatódjanak, és mindig meglegyen a megfelelő közönség, akiknek elő lehet adni ezeket a programokat? Én talán egy Vörös Márti idézettel szeretném mondani, aki a múltat nem becsüli, a jelent nem érdemli, és ennek a mottója tulajdonképpen, vagyis ez a mottója az egésznek, hogy becsüljük meg az értékeinket. Márpedig nekünk kartaliaknak a népművészet az egyik legnagyobb értékünk. Azon kívül vannak még értékeink, de én úgy gondolom, hogy az őseink emlékét csak így tudjuk megőrizni. Azon kívül ennek egy nagyon nagy közösségformáló ereje van. Amikor együtt énekelünk, együtt táncolunk, az olyan felemelő érzés nem csak az asszonykórus részére, hanem mind azoknak, akik eljönnek oda, a falu lakossága, a környező falvak lakossága, és hát természetes azok a vendégek, akik itt részt vesznek. Ezért van az, hogy sokszor éppél egy óra, amikor az utolsó vendéget kikísérjük, mert jól érzik magukat, hiszen együtt énekelnek, zenélnek, táncolnak. És nem tudom, hogy itt mondanám el, hogy szeretettel várjuk a környező falvak lakosságát. Aki el tud jönni, nézzen meg bennünket, hogy hogyan énekelünk, hogyan táncolunk, hogyan mulatunk, hogyan érezzük jól közösségben magunkat. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, Margó. Színesítsük együtt jelenlétünkkel a kartali népzenei találkozót, és becsüljük a múltat, hogy érdemesek lehessünk a jelenre és a jövőre is. Köszönöm. Köszönöm. A kérdi kiküldte, mondják, hogy az küldte, kinek bánatába, szép mennyasszony korába, hasad meg a szíve. Szeretlek, szeretlek, csak ne mond senkinek, csak ne mond senkinek, míg az oltár előtt a pap meg nem esküdte. Sem nem a víz hozott ide, sem nem a szél vetett ide, barna legény szemöldöket csalogatott minket ide. Barna legény szemöldöke többet ír, mint a hatökre. A hatökör az apjai, barna kisjánya babájai. Ki a fiát házasíja, legyen bora páinkája. Ki a jányát férhez adja, legyen bukros dunnája. Térségünkben egyre többet lehet hallani arról, hogy a TIGÁZ munkatársai szabálytalan vételezésre utaló jelekre bukkannak. Ezért hívtuk vendégül mai adásunkba Száraz Gábort, a TIGÁZ sajtószóvivőjét, hogy beszélgessünk erről a témáról. Kedves Gábor, szeretettel köszöntöm Önt a Porta adásában. Köszönöm, kezdjük csak valam. Szeretnék érdeklődni, hogy milyen tényeket tudna nekünk ezzel a témával kapcsolatban elmondani első körben. Kezdjük az országos adatokkal. Idén eddig az első fél évben 4741 esetben találtunk szabálytalan vételezésre utaló nyomokat.
Ebben a 4741 esetben be is bizonyosodott egyébként, hogy szabálytalan vételezésről van szó. Ez azért megdöbbentő adat, mert tavaly egész évben találtunk körülbelül 4100 esetet. Ez nem jelenti azt, hogy duplázódott volna a szabálytalan vételezések száma, természetesen nőtt valamilyen mértékben, hanem elsősorban azt, hogy a felderítés hatékonysága az jelentős mértékben javult. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 75-80 ezer olyan célzott ellenőrzést hajtunk végre, amikor kifejezetten valamilyen felmerült gyanú alapján látogatunk meg egy fogyasztási helyet. Szeretném megjegyezni, hogy itt a gyanú, ez most nem a negatív értelemben értendő, ugyanis hogyha az analitikai elemzések azt mutatják ki, hogy egy fogyasztási helyen drasztikusan megváltozott a gázfogyasztás, akkor nekünk kötelességünk kimenni ellenőrizni. Itt ugye most két végletet fogok mondani, az egyik esetben szabálytalan vételezésre utaló okot találunk, itt majd erről később beszélgetünk. A másik esetben előfordul az, hogy valaki vegyes tüzelésű kazánra cserélte le a berendezést, és innentől kezdve értelemszerűen ő már nem annyi gázt fogyaszt. Nekünk mind a két esetben ugyanúgy ki kell menni, és ellenőrizni kell. Azt kell mondani, hogy 100 ilyen célzott ellenőrzés során kb. 10-12 esetben találunk valóban gázlopást ilyen fogyasztási helyeken. Ezen túlmenően egyébként pedig éves szinten még 150 ezer olyan ellenőrzést hajtunk végre, ami a mérőknek az ütemezett cseréje, vagy valamilyen új szerződő féllel való együttműködés kezdete kapcsán kell kimennünk. Úgyhogy nagyjából ezt lehet mondani, hogy ezek az adatok. És ugye a szabálytalan vételezéseknek is különböző típusai vannak. Nézzünk meg most ezekről a típusokról egy bejátszást. A szabálytalanságok közel 50%-a OMH blombarongálás, ami azt jelenti, hogy a hitelesítéskor felszerelt két OMH blombát az elkövető kifúrja, és a számláló szerkezetet a fogyasztó vagy megbízottja részére megállapodott köbméter alapján visszatekeri, és hamis OMH blombát bélyeget helyez el, lenyomatot, ami azt jelenti, hogy az eredetitől eltérő. Ez közel 50%-os százalékot mutat, tehát a szabálytalanságok közel fele ilyen típusú. Második helyen, ha így fogalmazhatok, a mágnesezése áll. Egy mágnessel befolyásolják a mérő szerkezetét, mely hatására meg tud állni bizonyos mérők, tehát nem minden gázmérő mágnesezhető, bizonyos gázmérők meg tudnak állni, lassulnak, illetve a számláló szerkezetük vagy a mechanikai rendszerük szét is tud esni, tehát van olyan helyzet, amikor megáll ilyen folytán, mikor a gázmérő vagy a mágnest ráteszik. Mindenféle más szabálytalanságok vannak még. Van olyan, amikor a számdobot megfúrják, vagy a számláló szerkezetet megfúrják, és tűvel próbálják megállítani, illetve a mért és a méretlen rendszert összekötik egy kis luk segítségével, és akkor bizonyos mennyiséget már nem mér a gázmérő. Vannak régebben olyanok történtek, amikor a számláló szerkezetet próbálták manipulálni, tehát más fogaskereket helyeztek bele, és ezért kevesebb fogyasztást mért a gázmérő. Ettől eltérő szabálytalanságok kerülővezetékek kiépítése, ami nagyon veszélyes, hiszen az élő, működő rendszert kell megbontani, és azon kell munkát végezni, és általában ugye ezek nem szakemberek, tehát sok esetben találunk olyan kerülővezetéket, ami gázömlés, szivárgás van. Egy pár veszélyes elkövetést szeretnék, fogalmazzak így, bemutatni. Például egy gázmérő fülzáró szelepje meg van bontva, ugye elvéletileg ennek így kell kinézni. Ki van szedve az eredeti elzáró szerelvény, és egy ilyen elzáró, ami nem biztonságos vízcsap tulajdonképpen, be van helyezve, hogy méretlenül tudja vételezni a fogyasztó a gázt. Ez igen veszélyes, hiszen
semmiféle tömítettsége, vagy nem olyan fajta tömítettsége van, hogy ezt a gázt meg tudná fékezni, tehát ez ilyen esetekben biztos, hogy szivárgást okoz lakáson belül. Kiemelném talán ezt a gumitömlőt, vagy bicikli belsőnek is nevezném, ez ilyen állapotban volt akkor, mikor leszereltük a fogyasztási helyről, látható, hogy elért a gumi, tehát ennek tömítettsége már minimális volt. Ezen keresztül biztos, hogy gázszivárgás történt, vagy talán már inkább gázömlés is. Ezek erre már nem lehet mit mondani, mikor a fogyasztó saját magát, vagy a fogyasztó megbíz valakit, és az elvégzi ezt a feladatot, saját magát, családját és házát is veszélyezteti ezzel. Több esetben említettem, kikapcsoljuk a fogyasztási helyet, és a fogyasztó önkényesen visszakapcsolja magát, akkor közterületen levágjuk a leágazó vezetékét. Egy esetben ezt megtettük, vagy egy esetben megtettük, és a fogyasztó közterületen kiásta, és ilyen formába kötötte vissza a saját rendszerét, és így használta a gázt. Hát mit mondjak, a nejlon zacskó a tömítés. Tehát ezt használt a tömítésnek, mikor ezt kiástuk rendőrséggel közösen, itt is gázömlést tapasztaltunk. Ilyen kerülővezetékeket építenek ki azok, akik mondjuk megbontják a működő rendszert, és egy kerülőn keresztül méretlenül vételezik a gázt. Látható, hogy ezek a kék csatlakozások, ez egyik vízcsatlakozások, tehát nem gázra alkalmasak. Ezek egy idő után, mivel a tömítés nem pentánálló, tehát a gáz tönkre teszi ennek a tömítését, és ezek szivárogni fognak. Tehát olyan esetekben, mikor ilyen kerülővezetéket építettek ki, azok várhatóan több esetben már szivárogni fognak, amely veszélyhelyzetet fognak teremteni. Hát ilyeneket sajnos találunk. Gumitömlő, illetve bicikli belső több esetben, ezt csak azért mutatom, hogy itt a szigetelőszalag, a piros szigetelőszalag volt a tömítés, tehát úgy gondolta a fogyasztó, vagy aki ezt elkövette, hogy ez a szigetelőszalag a gázt megfogja, és nem fog szivárogni. Hát ebbe az esetben is szivárgott, és nem is tudom felfogni tulajdonképpen, hogy hogy gondolta, hogy ezzel le fogja tömíteni a csatlakozásokat. Tehát ilyen és hasonló veszélyhelyzeteket találunk, ami a biztonságos gázszolgáltatást veszélyeztetik. A bejátszásban elhangzottak alapján, hogyha jól értjük, akkor ugye nem csak a szabálytalan vételezés, hanem a gondatlansággal elkövetett veszélyeztetés is fennáll, mint probléma. Igen, nagyon sok esetben azt kell mondani, hogy ez a kettő együtt jár. Számtalan olyan megoldással találkoztunk, ahogy itt a bejátszás is mutatta, amikor olyan lekötéseket építenek ki a fogyasztók a gázvezetékről, ami egyszerűen életveszélyes. Hogyha egy társasházra, vagy akár egy lakóépületre, egy tízemeletes épületre gondolunk, akkor lehet, hogy nap mint nap valaki úgy jár haza, és úgy él a családjával egy ilyen lakásban, hogy bármelyik pillanatban akár a háznak a fele kirobbanhatna. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy sajnálatos módon ez nem csak bűncselekmény, de ez egyben nem is játék, hanem itt nagyon komolyan lakóközösségek sorsát veszélyeztetik. Nézzük meg most ismét egy bejátszást, ami a szabályos és korrekt ellenőrzések menetéről szól. A részleteket Pető László régiós ellenőrzési vezető fogja elmondani. A fogyasztási helyeket ellenőrzéskor több esetben kereshetjük fel. Hitelesítési mérőcsere alkalmával, esetleg ellenőrzés kapcsán. Minden esetben, ha a szolgáltató vagy megbízottja megjelenik a fogyasztási helyen, szerintünk az a legjobb, ha a fogyasztó jelen van, és minden esetben az ellenőrzés időtartama alatt a szerelő mellett van, esetleg kérdez, információt kér, a szerelő viszont meg kell mutassa magától a jogosultságát, hogy miért van ott, mit szeretne elvégezni, milyen ellenőrzést kíván végezni, illetve ha mérőcserét végez, akkor csak arra a mérőcserei időtartamára, ha viszont ellenőrzést végzünk, akkor pedig a fogyasztási helyet
teljes egészében, tehát a lakásban lévő készülékeket és fogyasztási rendszert is ellenőrizzük. Mit tudunk tenni abban az esetben, hogyha nem ilyen folyamattal találkozik a fogyasztó, mint amit itt a bejátszásban láttunk? Hát kollégám, amit elmondott, ez mind olyan dolog, amit gyakorlatilag törvény határoz meg. A gáztörvény végrehajtási rendeletének a 47 és 48. paragrafusa szabályozza azt, hogy pontosan mi a menete egy-egy ilyen ellenőrzésnek. Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy egy ilyen ellenőrzés, ez igazából lehetőség a fogyasztónak is. Itt már nagyon fontos, hogy ő is végig jelen legyen, vagy a fogyasztó, vagy pedig a képviselője. Ugyanis ahogy a bejátszásban elhangzott, ilyenkor jegyzőkönyvet kell felvenni, és mindent pontosan dokumentálni kell. A gázmérő nem vihető ki erről a helyszínről, ott, ahol a gázmérőt leszerelik, pontosan dokumentálnak ezzel kapcsolatban mindent. Ez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvbe minden belekerül. Igen ám, de a jegyzőkönyvbe nem csak az kerülhet bele, amit a gázszerelők, illetve az ellenőrök beírnak, hanem hogyha bármilyen észrevétele vagy megjegyzeni valója van a fogyasztónak, akkor kérheti, vagy ő maga is ebbe a jegyzőkönyvbe ezt felvetetheti. Ugyanis a jegyzőkönyvet utána alá kell írnia. Nagyon fontos, hogy amikor a gázmérőt leszerelik, akkor ezt egy dobozba rakják be, és ezt a dobozt úgy kell lezárni, hogy ezt ahol lezárják a dobozt, ott azt a szerelő és a fogyasztónak is alá kell írnia. Ez biztosítja azt, hogy gyakorlatilag sértetlen vagy érintetlen maradjon a gázmérő egészen addig, ameddig a független igazságügyi szakértői vizsgálatra sor nem kerül. Amikor ez megvan, akkor ugye a jegyzőkönyvből kap természetesen egy példányt maga a fogyasztó is. A következő lépés az, amikor a társaság hivatalosan általában 10-14 nappal a szakértői vizsgálat előtt értesítést küld, írásos értesítést küld a fogyasztónak, hogy pontosan hol, mikor, milyen időpontban kerül sor az igazságügyi szakértői vizsgálatra. Nagyon fontos, hogy ezen a vizsgálaton, ha lehet, akkor megint csak a fogyasztó vagy a képviselője legyenek jelen, illetve vigyék magukkal a jegyzőkönyvet. És itt ezen a vizsgálaton majd az igazságügyi szakértő ki fogja bontani természetesen a bedobozolt mérőt. Ott lehet ellenőrizni, hogy valóban a dobozolás az sértetlen. Ugye itt van jelentősége annak, hogyha a dobozolás pillanatában, meg a kinyitás pillanatában is ugyanaz a, tehát a fogyasztó vagy ugyanaz a képviselője van jelen, akkor ő meg tudja ítélni, hogy valóban ez az. És innentől kezdődően pedig gyakorlatilag az igazságügyi szakértő kezében van már az eljárás további része. Egy szakértő nyilvánvalóan nem fogja szabálytalan vételezésre alkalmasnak minősíteni a gázmérőt, csak abban az esetben, hogyha több azonos szabálytalan vételezésre utaló jelenséget talál együttesen. Tehát ezzel most arra akartam utalni, ami nagyon sokszor felmerül a fogyasztók részéről, hogy egy apró karcolás az még nem elegendő egy igazságügyi szakértőnek ahhoz, hogy azt mondja, hogy a mérő szabálytalan vételezésre alkalmas. Érthető. Kedves Gábor, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt mai adásunkban. Én köszönöm. És a következő adásban pedig tovább folytatjuk a beszélgetést a témával kapcsolatban, amikor is kedves nézőink megtudhatják, hogy mit tehetünk akkor, hogyha szabálytalanságot észlelünk. Várjuk Önöket tehát a jövő héten is, illetve várjuk Száraz Gábor szóvivő urat is. Nagyon sok szeretettel. Köszönjük, hogy itt volt. Vendégeim a stúdióban Kapu Júlia, a Szent Lázár katonai és kórházi lovagrend tisztje. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm. Illetve Sárené Blaskovics Judit, népi iparművész. Köszöntelek sok szeretettel. Aki pedig a népművészet kiváló mestere címet tudhatja magáinak. Kedves Judit, honnan jött ez a cím? Hogyan szerezted meg? Hát tulajdonképpen az egész úgy kezdődött, hogy én gyakorlatilag varni sem tanultam. Ha egész az elejéről nézzük. Én nekem, amikor a lányom megszületett, akkor döntöttem úgy, hogy én elkezdek foglalkozni a varrással, mert a lányokat azt öltöztetni kell, ami drága, és hogyha én megcsinálom, az úgy sokkal olcsóbb lesz. Persze ezek folytatódtak tovább ilyen-olyan tanfolyamokkal, és később annyira megtetszettek ezek a fajta ruhák, hogy elkezdtem ezeket csinálni. A riporttársunk mellett a Juliéknak van a Galga Völgye Művészetek Egyesülete, és oda léptem be először, önállók kezdtem úgy, mint népművész dolgozgatni. Onnan már azért kiállításokat csináltunk,
többfele mentem, léptem egy másik művészeti egyesületbe és a Cserhát művészkörbe, és innentől fogva aztán elindult az egész, mert igény is volt rá, szerettem is csinálni, nagyon sok kiállításom volt, főleg Budapesten, a Magyarok házában, a Magyar Kultúra házában, Székesfehérváron, szóval tulajdonképpen mindenfelé. Országszerte akkor tulajdonképpen országszerte azt lehet mondani. És igen, és rengeteg közönségdíjat nyertem, nagyon sok egyéb ilyen kitüntetéseket kaptam, és ez így alakult. Hát gratulálok hozzá, ez gyönyörű szép, amit elmondtál, és ugye mögötted sorakoznak a gyönyörű szép ruhák, amiből egyet büszkén viselhetek most a mai adásban. Örülök neki, ha tetszik. Te készítettél, csodálatosak. Mikor készültek egyébként, amiket itt látunk, és milyen viseletek, amik itt sorakoznak? Hát nagyon egyszerűen tudom mondani, ez mögöttem, ez az úgynevezett díszmagyar menyasszony ruha, ennek gazdája is van, nálam tartja a ruhát, a menyecske ruháját, és ő ebben volt menyasszony, ez rendes, igazi, hagyományos lakodalomra készült, úgyhogy ez nem kiállítási, hanem egy kimondottan saját ruha, igen. A kabát mögöttem, ezt tulajdonképpen a télen találtam ki, mert Bocskai Izakókat is csinálok, Attillákat is csinálok, és úgy gondoltam, hogy csinálok olyat, ami prémes, hogy és téliesített, téli kabátszövetből, béléssel, hát ne fázzonak akkor sem, hogyha a téli kabátot ilyet akarnak fölvenni. A harmadik, az egy kombináció tulajdonképpen, ebben már benne van némi népi beütés, ez a kis piros-fehér-zöld apró virágokkal díszített pruszlik, hát eleve ugye egy jó kis magyar színek. Így van. És tulajdonképpen föl lehet venni nem úgy, mint népi ruhát, népviseletet, hanem úgy, mint egy népies, de alkalmi ruhát. És amit én hordok, amit rajtam látunk, ugye itt beszélgettünk korábban a zsinórozásról, igen, hogy milyen technikával készül. Hát ezeket azért csinálom, megmondom őszintén, mert ezeket az egyéb típusokat, ezt inkább a középkorúak, idősebbek jobban kedvelik, de szerettem volna, hogyha a fiatalok, azok a szép kis karcsú 16-17 évesek is hordják, és akkor találtam ki, hogy csinálok ugyanígy egy ilyen zsinóros dolgot, de azért modern fazonnal, ugye, mídernek, szoknyának, bármelyiket, amit lehet hordani, de legyen rajta egy kis népi. A mai dolog. Kedvelt fazon ötvözve a régi motívumokkal, igen, tulajdonképpen. Igen. És ugye a ruhákon kívül készítettél te a koronázási ékszerek alá is párnát, amit itt látunk, és így kerültetek kapcsolatba tulajdonképpen. Hogyan is történt? Hát mi régóta kapcsolatban vagyunk már. Régóta vagytok már? Igen. Csak, hogy akkor ez volt az egyik kapcsolat, így az évek folyamán. A Juliék dolgoztak, csináltak ilyen nagyon szép dolgot. Ők a festészettel és a fémmel, én meg a szövettel, amit egyéb kellékek kellettek hozzá ezt. Mennyi ideig tartott egyébként ezt a párnát például elkészíteni? Hát ez most jó kérdés, az a helyzet, hogy erre most én nem tudok úgy mondani egy időpontot, mert egyenként jött vele, hogy még ez is kéne, hogy még az is még kéne. Ez, igen, ez. Igen, és akkor ez így, nem tudom most ezt így megmondani, hogy... Nem terheltük túl egyszerre. Csak apránként szépen apránként, folyamatosan. Igen. Mert hogy ugye ti pedig koronázási ékszereket készítettetek a pároddal, méghozzá, ha jól tudom, az augusztus 20-ai ünnepély apropójából, illetve ezzel összekapcsolódva. Hogyan is történt ez a dolog? Tavaly év november 25-én kezdtük el. Hát ugye mi a Szent Lázár lovagrendnek is a tisztjei vagyunk, és a határon túl élő magyarok is szívünkhöz közel állnak, és hát bennünk is magyar vér csörkedezik, és magyar érzelmekkel, és eldöntöttük, hogy el fogjuk készíteni. Először csak a koronát kezdtük el, nagyon sokat dolgoztunk rajta, most augusztus 10-én fejeztük be a teljes kollekciót. Tehát elkészült a korona, a jogar, az országalma, a koronázási kard, Szent István kardja és Szent István jobbja, és 10-én lettünk készen, közben már intéztük a hivatalos felszentelést, a koronázási jelképeknek augusztus 15-én a Mária Besnyői Bazilikában volt a Nagy Boldogasszony nagy mise keretében egy gyönyörű felszentelés, ami elég hosszúra sikeredett,
mert hát arra nem számítottunk, hogy határon túlról is fognak. Tehát 600 kilométert utaztak azért, hogy itt lehessenek a bazilikában. Valószínűleg nem véletlenül. Nem véletlenül, igen, igen, hát azért mi elég sokat megfordulunk ott, sőt, most Krakkóba is fogunk menni 5 napra, és hát nagyon sok helyre. Bemutató céljával egyébként? Tehát, hogy viszitek a koronázási ékszereket? Így van, így van, így van, visszük. És hát nagyon sok helyre megyünk, és bemutatjuk, és az emberek boldogok, és örülnek neki, hogy láthatják, hogy megcsókolják, hogy keresztet tesznek rá. Milyen programok kötődnek ezekhez az elkészült koronázási ékszerekhez? Hát mivel 15-én volt a hivatalos felszentelése a Mária Besnyei Bazilikában, utána augusztus 20-án Aszódon, a Szent István napi ünnepségen a polgármester úr meghívására a mi koronázási, felszentelt koronázási jelképeink előtt 16 határon túli magyar tette le magyar állampolgársági esküt. Nagyon szívszorító volt, nagyon szép volt. Mind a 16-an megkönnyeztek, és megcsókolták, lehajoltak, és hát mi is megkönnyeztünk. Délután pedig Bagon voltunk, egy körmenet volt a, ugye a bagi római katolikus templomban volt a felszentelése Szent István kardjának és a Szent István jobbjának, és egy körmenettel mentünk a művelődési házban, ahol egy nagyon szép műsor volt. Tehát eddig ez a 2 vagy 3, ugye, hogyha a felszenteléssel együtt mondhatom, eddig ez volt, de elég sűrű volt ez így most hirtelen. De hát nagyon sok lesz még. Biztosak vagyunk benne. Tehát már most nagyon sok helyre hívnak. Hogyan működik a munkamegosztás párod és közted, amikor készítitek ezeket a dolgokat? Hát, ez érdekes. Eldöntjük, hogy mi az, amit szeretnénk elkészíteni. Már most is van, ami folyamatban van, de még nincsen kész. Eldöntjük, és utána nézünk hajszál pontosan a méreteknek, tehát az ikonoknak utána néztünk, hogy melyik szent melyik oldalon van, hány fokban áll a kereszt a koronán, a színekre, a láncok hosszára, tehát mindennek a pontos mérete. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Egy kutatómunka. Egy nagy kutatómunka, igen, igen, tehát nem csak a Wikipédián, hanem egyéb professzorokkal is felvettük a kapcsolatot, hogy segítsenek ebben, hogy véletlenül se tévedjünk. És hát ugye a párom elkezdte csinálni. Kész lettünk a koronával, én elkezdtem festegetni, hát nagyon-nagyon hosszú idő volt, mert annyira picikék az ikonok. Ugye igen, igen, egyébként is festek, mint Munkácsi Nívodias festőművész, rengeteg festményem van, meg régi kubikus képeknek is a másolata, ugye, amit megrendelnek, természetesen a saját nevemmel. Milyen anyagokat használtatok fel? Tehát alapvetően miből készült a korona, vagy a többi ékszer? Maga a korona 2-es vas lemezből van. Ezek a kis bogyók rajta, ezek férjem csiszolgatta, golyókat vettünk, csapágygolyókat, és azok lettek megköszörülve, úgyhogy szegénykémnek minden újabb érzett, mire készen lettünk. De ötletes, abszolút. Igen, igen, mert nem tudtuk, hogy hogyan legyenek meg, hogy ezek a golyók, de ugyanakkor meg legyenek azok a formák, mintha csiszolt kövek lennének. Sodrott drót, a díszítése. 3-szor lealapoztuk, hogy időálló legyen. És utána már... Ez a festék került rá alapszínnek. Igen, igen, aranyfesték és művészolajfestékkel lett megfestve. És minden más így készült. Tehát a többi is akkor, tehát nem különböző technikák, hanem alapvetően ezt alkalmaztátok. Nem, nem, nem. Ez külön a
ugye a páromnak ez a Kovács Oltos munkája, nekem meg a festési munkám. A festés, ötvözle. Igen, és a Juditom volt a fő attrakció mellettünk, hogy na Juditom, nagy munkád van, és párnákat kell készíteni, tehát először nem tudtam, mellett. Miről van szó. Igen, igen, és akkor így egyenként vittem hozzá. Még ma reggelre is jutott. Igen, még ma reggelre is jutott. A karnak a pársony hüvelyét még ma csináltam. Azt akartam igen. kérdezni, hogy ez is a te kezed műve, akkor igen, ezek szerint, igen, mert igen, hogy ami igen. a szövet részét tartalmazza, az akkor így van. Ami tűércérnak kapcsolódik. Így van. Terveztek egyébként további kollekciós darabokat ebbe a készletbe, vagy akár más típusút? Hát ebben a készletben nem, mert ugye a Szent Jobb, a Szent István kardja és a koronázási jelképek is elkészültek. Hát nem tudom, hogy meddig fog tartani. Most kezdtük el azt a keresztet elkészíteni, amely a 1200-as évek elején 55 király tett előtte esküt. Igaz, hogy Szent István király már nem jutott oda, tehát ő már nem, de előtte 55 király. Tehát ezt az eskükeresztet, azt már tudjuk, hogy a Székesfehérvári Bazilikában lesz a felszentelése, és a Lánchidat kezdtük el. Mikor várható ez a felszentelés? Van már időpont esetleg? Még nincsen. Még nagyon az alapoknál tartunk, értem. Tehát most már megvannak a pontos méretek, hogy hány centinek, hány milliméternek kell lennie, hány kő van rajta, milyen színek, tehát most már megvan minden. Elkezdtük, hát a talpam van eddig kész, uh-huh. ugye, amit a párom elkészített. Szerintem ez is egy éves munka lesz ahhoz, hogy tényleg komplett tökéletes legyen. Így van, így van. Hol tekinthetik meg az érdeklődők azokat a munkákat, amit készítetek, akár ruhákat, akár pedig a koronázási ékszereket, vagy a bővülő kollekciót? Hát én nekem a ruhákkal túl sokat nem tudnak megtekinteni, mert én, hogy úgynevezett raktára nem dolgozom, körülbelül 8-10 olyan jellegzetes holmim van, amit ha hirtelen kell egy ilyen kis kiállítás, vagy amit meg tudnak nézni, amúgy fényképalbumokból tudok mutogatni, hogy milyen, és én csak méretre készítek. Én akkor... Viszont akkor rendelésre készítesz. Így van, tehát így hogyan van. Tudnak akkor utolérni téged, hogyha a kedves nézők közül valaki kedvet kapott, és hasonló hát darabot szeretne? Nagyon szeretnen. Egyszerűen lehet megnézni. Telefonszámom van, amit ki lehet adni, meg lehet tudni. Amúgy Turán vagyok, úgyhogy szerintem mindenki megtalál, aki itt a környékbe keres. És kiállításokon általában ott van nagyobb forgalom, amikor nagyobb kiállítások vannak, akkor igen, csak. Van olyan, aki 3 év után jött vissza, hogy egyszer elvitte egy névjegyet, és most kér szépen ilyet vagy olyat. Uh-huh. Sőt, azt is megcsinálom, hogy nem csak azokat csinálom, amik eddig voltak, általában nem is szeretek egyformát csinálni. Ha már valamit eladtam, akkor valami másfajtát. Másmiért kell kitalálni, igen, ne legyen túl sok egyforma. De ha maga a ügyfél, aki odajön, és azt mondja, hogy de ő neki ne így tekeredjen a zsinór, hanem másik oldalra, ne ez a minta legyen rajta, hanem a másik, és ne ez a szín, hanem amaz, hát ezt már lehet valósítani. Így van pontosan, és mindenki saját ruháját meg tudja tervezni. És a koronázási ékszerek iránt, Júlia, hogy? Hát akkor mi Bagon lakunk. Egyébként a férjem kipufogó szervize van, tehát kipufogókkal foglalkozik, ez az eredeti főszakmája. Amikor nem koronát készít, akkor kipufogó. Amikor nem koronát, vagy éppen Lánchidat, de egyébként készít 19. századi kardokat is, tehát hihetetlen kollekcióink vannak. Hát annyira, hogy már nem igazán tudjuk, hogy mit hova rakjunk, mert hát mindegyik a szívünk csücske, és hát eladni nem igazán szeretnénk. Érthető. De Bagon lakunk, hát hogyha valakit érdekel, vagy szeretné, vagy egy akár polgármesteri hivatal, vagy civil szervezet, hogyha ha szeretné, hogy részt vegyünk, akkor a telefonszámon megtalálnak, meg tudjuk beszélni. És ha éppen nem úton vagyunk, akkor a meghívásnak el tudunk menni. Így van. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt a csodálatos tiszti egyenruhát esetleg te készítetted, vagy ez? Így van. Igen, azt is, férfit is, nőit is én csinálom, mert a Szent Lázár lovagrendből nagyon sok barátom van rajtuk kívül, úgyhogy azoknak is.
azoknak is. Érthető. Hát akkor a lovagrendek tagjait is várjuk, akinek még nincsen. Borlovagokat is csinálok. Igen, tehát nem csak a milyenket, mert ugye... Ez ugye másfajta, de a borlovagrendek most eléggé szaporodnak az országba, hogy legyenek szépek, és borlovagrendeket is. Várjuk akkor az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek a hölgyeknél. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok, és további sikeres munkát kívánok ezekhez a csodaszép alkotásokhoz. Köszönjük szépen a meghívást! Köszönjük szépen! Önök a Porta 11. adását látták. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. A viszontlátásra!